Ja, apa és a Skoda csoda. Milyen Skoda favorit? Favorit! Fábia! Favorit! Ja, Fábia, Fária. Fár! Nézd már! Na jól van! Hú! Itt van, azt mondja, kézifék, várjál, egyesben van? De! Ő, de már is hátra? Még jobban kézifék. A rükkverc az hogy? Ugyanúgy van? Nem kell, majd nem, le kell nyomni. Jaj, de jó, hogy le kell nyomni. Aha, megvan. Jó, oké. Okay. Menjél most... előlem, mert nagy sebességgel fogok kimenni. De... Nagy ki a izi, veszélytáblát. Semmi, jó, indíts be. Na várj, gyorsan elmondjuk, anya vett egy autót, Skoda Fabia, 1.2-es motorral, 2006-os évjárat. Igen. Csukd az ajtót, Léci! Már nagyon nagy sebességgel fogok kihaladni. Tedd ki a veszélytáblát, vagy valamit. A tanuló vezető. Igen, én is. Na, én ezt az autót még nem vezettem, te már vezetted. Hány kilométer van benne? 139 ezer? Igen. Ott van. Te már vezetted, hazahoztad. Hol? Igen. Gödöllön vettél. Gödöllön. Állj már le! Léci! Leventének izéltem. Hát de basszus, beszélgetünk. Na, tehát Gödöllőről hoztad el. Milyen volt vezetni? Hát izgalmas volt vezetni. Egyelőre most más nem tudok. A hangja az jó. Először egyesbe, aztán enged ki a kéziféket, mert nagyon persze. Hátul vagyunk már. Jó. Ugrik vagy nem? Itt. Menjél, indulj el. Mit hiszek? Finom. Jaj, de jó szervós. A büdös. Kettes. Ez egész jó. Mit akarsz? Nagyon kényelmes. De ahogy néztem, lehet följebb engedni az ülést. De nem így, hogy rajta ülök, mi? Majd megmutatom. Jó, láttam az előbb, de ez így nekem kényelmetlen. Mondjuk elég jól hátul vagyok, csak egy picit följebb kéne, hogy legyek. Hogyan tudom én ezt így, tudom hátra teker? Úgy, tekerővel. Nagyon, nagyon kényelmes egyébként. Tehát olyan, mint a Honda. Hát a BMW-hez képest ez... Hát a Honda jóval erősebb volt, azért ez nem harap egyáltalán ez az autó, ez igen, a helyzet. Érzem, hogy... Lehet érezni, hogy elég lassan pörög föl. Meg magas. De hát ugye pillekönnyű egyébként. Fék milyen? Jó? Jó a fék. Úgy értem, hogy egyből... Igen, megáll. Apu kipróbálta. Ja, akkor inkább azt meséled el, hogy elindultatok reggel, és mivel találkoztatok? Mi hát először elmentünk Fótra, az AA-ba. Ott a... Fék, ezek tényleg jó. Igen? Ford AAA, de hülye neve van annak az autókeresztben. Az gyere. Volt a... Nekem az volt a szempont, hogy átírással együtt legyen benne 500-ba. És akkor, hát ugye Suzuki-t gondoltam, meg ezt a Skodát. És akkor hát megnéztünk először egy fehér Suzuki-val kiállt... Nem, először egy kék, ami olyan gyönyörűre van fényképezve egyébként, meg oda van írva, hogy gyönyörű állapotban, meg minden, kiállt vele a fickó. Rögtön az ajtaján ott volt egy marha nagy sérülés. Apu mondta rögtön, hogy jó, ezzel nyugodtan vissza is állhat. Akkor egy de másik kalexed... Nem. De miért hagyják ki az ilyeneket nem a tudom. Kereskedőt? Hát gondolom Photoshop. Akkor utána egy Suzuki Swift szedánnal kiállt, azt megnéztük, az egész jó volt. De akkor még egy Skoda Fabiát, fehéret, azt hiszem 2000-es. Ez tényleg fehér füstöt ereget? Évjárat. Látod? Most? Én láttam végig. Az mondta apu, hogy az nagyon masszív. Ezt a kettőt néztük meg, többi nem jöhetett számításba. Tehát az a 300 ezer forint körüli autók, azok mind-mind-mind sérültek, de rondán. Aha. És akkor mondtuk, hogy elmegyünk megnézni egy másikat, és akkor átmentünk Gödöllőre. Leálltam, le. Le. Na, hát ezt szopni kell. Ott ez az egy volt, ami szóba jöhetett. Igen? Hát megnéztük rögtön, ugye láttuk rajta ezeket a sérüléseket, tudom én. Akkor utána jött a fizetéssel a kínlódás, mert a neten nem tudtam belépni. Ott valamit elgépeltem, és akkor utána Benzsó segítségével ki lett fizetve. Azt hittük, hogy jöhetünk el. Mondta a fickó, hogy nem, majd hogyha megérkezik a számlájukra a pénz. Igen, értem. Úgyhogy akkor apu elköszönt, és akkor Leventével vártunk egy óra hosszát. És gyakorlatilag ennyi, addig megcsinálták a papírokat, meg van kötve a biztosításra. Majd át kell iratni.
25 ezer forintot engedtek az árából. És... Na jó, én azt hiszem nagy parkolóba vissza fogok fordulni. Jó van. Mert még ma dolgunk van Leventével. Mi? És akkor ennyi, bementünk ugye még Levente fizetéséért, és jöttünk szépen haza, nem, teljesen gond nélkül egyébként. Aha. Nem tudom, hát ez a fehér füst, ez... Érzem, hogy... ez kérdéses. Nem tiszta benzin, nem tiszta benzin, ez olajos. Kérdéses nagyon. Semmi, ez elképzelhető, hogy hengerfejtömítés. Mondjuk kár, hogy az ember vesz egy autót és rögtön ilyesmivel kell, tehát hogy mondjuk egy egyébként tényleg érződik rajta egy könnyű kocsi. Igen. Nagyon, majd mint a más pihe. Elvileg. Nem. Hát, tényleg nagyon könnyű vezetni, de hát nyilván a szervokormánynak köszönhető. Nincs annyi benyámin. Akkor egy. Egy. Ez kettesben van, vagy hárman? Kettesben. Kettes az nekem jó. És tényleg nem egy harapós motor. De jó lesz ez tényleg hát jó egy, lesz az. Én, tényleg én, egy női autó, neked való. Én nyúzni nem fogom, a 100%. Bízom benne, hogy nem kell egy hét múlva már szervizbe vinni. Hát, most arra... szerintem ezt a hengerfejtömítést meg kell oldani hamarosan. Sőt, hogyha hazamegyek, mindjárt meg is nézem az olajszintet, mert az előbb, ahogy ugye leállt az autó, meg elindítottam, akkor a füst bejött az ablakon, éreztem, hogy olajos. De hát ez legyen a legkevesebb. De hát egyébként nagyon szép, majd kívülről is meg fogom mutatni. Oké, mindjárt meg. Nagyon-nagyon kis... Hát ez az arany, nagyon kis dizájnos. Nagyon jó. Meg hát fiatal, 12 éves. De ezért a pénzért nem lehet ennél jobb autót kapni. Hát nem csak az van, tudomásul kell venni, hogy a táplálékláncnak pont a második lépcsőfokán állunk, tehát még éppen nem piros ladával járunk. Illetve figyelembe kell venni, hogy hosszú távon, ugye, hogyha alkatrészre van szükségünk, akkor ne kelljen az autónak a felét kifizetni, tehát a vételárnak a felét alkatrészre. Tehát észre kell gondolkodni, az biztos, hogy ez nem egy nagy fogyasztású autó, mint a Leventé. Ugye abból az se fogyaszt sokat egyáltalán, a BMW nem fogyaszt sokat. 7, 8, 10, 12 autó. 7 liter környékén fogyaszt, tudom, mert állandóan számolva tankolok. Tehát aha, nézem a megtett kilométer beletankolt üzemanyag mennyiség arányát. Na nézzük ezt, arányát. Megnézem, hogy hármasba hogy megy fel, mert a BMW-t már tudom. Föl kell rakni hármasba, fölmegy szépen. Nem úgy húz, mint a BMW. Nem, biztos. Egyáltalán nem. De elég lesz ez neked női autónak. És érdekes egyébként, hogy így hátra nyomódik. Nagyon szép a belseje. Teljesen rendben vannak a kárpitok. Igen. Hát ezzel könnyebb lesz parkolni, mint a Leventével. Én azt gondoltam, hogy egy ennyi idős autóban van klíma, de sajnos nincsen. Majd lehúzzuk az ablakot. Meg télen minek? De azért most nem bánnám, hogyha ezt a parkolást most még nem annyira gyakorolnánk. Mármint most én? Most, aha. Most simán beállok vele. Hát ne viccelj, mert van jogosítványom, tehát ha nem tudok tolatni egy parkolóhelyre, akkor hogy adták oda? Csúnya lenne, hogyha nem tudnék betolatni. De azért kiszállok. Jó, nem baj. Hát én borzasztó feszült voltam végig, meg... Elhiszem. Hazafele én hoztam a Hondát, mikor megvettem. Nem, én vezettem. De azt tudom, hogy mikor legelőször beleültem és el kellett mennem valahova, majd összeszartam magamat. Nem tetszett egyáltalán. Meg hát még majd ugye most is azt szeretném látni, hogy ez funkcionál rendesen. Hát műszaki sajna csak decemberig van rajta. Igen, azt néztem, azt néztem. Annyi baj legyen. Beírtam a céget, kiadta a Gödöllő autóházat, aztán megnézem a hirdetéseket, és akkor rendszám alapján megtaláltam. Le kell nyomni? Azt mondtad? Igen. Haj, volt csak van. Hát most próbáljuk ki a két autós parkolóhelyünket. Elfér egyébként kényelmesen a két kocsi. Igen! Simán bejön! Várj! Egy picit menjél előre, egy picit, légy szíves! Jó, most jó lesz!
Jó, most már egyenesen, egyenesen. Hát látom tükörbe, neki a bár. Meg nem is kell nagyon hátra engedni. Megmutatod az autót ki? Meg! Jó, oké, ennyi elég. Ne menj hátrébb. És megy. Na, jó volt! Neve még nincsen, de majd lesz. Hát, BMW-nak mi volt a neve? Semmi. Basszus, világítás nélkül mentem. Jól kezdődik. Nagyon szép színe van. Sérülések. Hogy hívják ezt? Pesgőszín? Ott tényleg. Itt van rajta. Igen, ezüstarany. Nagyon pici. Ott. Tulajdonképpen sajnos minden oldaláról kapott. Ezzel egyszerűen valaki nem tudott parkolni. Föl kell polírozni pedig, a lámpát. Pedig igen, igen, azt mondták ott is, vagy szó volt róla. Itt ez a legcsúnyább. Hát... Kristófnak van egy filmje. Itt van rajta. Arról. Hát ez egyébként nagyon könnyen javítható. Itt is van. Hát de egy 12 éves autónál ilyen sérülések, hogy mondjam, ezek ilyen áruházi sérülések. Tudod, szerintem ezek béna parkolás miatt lettek rajta nem, egyébként. Nem tudod, ki volt a tulaja? Valami idős fószer. Vigyázz, el ne esél. Jó. Na jó van. Nagyon jó volt vezetni. Öröm volt. Na, örülök neki. Nadon-nadon jó. Nadon-nadon jó. Mutasd. Kulcsos ez is? Ne, hát be lehet zárni, de nincs bezárva. Ugyanúgy nyílik, mint a BMW-jé. Nem kell felhúzni, majd még megyünk most vele ma. Elmegyünk ma máért. Nagyon jó. Belsője, nagyon szép. Azt tudom, hogy kell kinyitni a motorteret. De majd belenézek, meg ezt át kell nézni. Szerintem ez hengerfejtömítés, és az nem egy nagy összeg. Tehát ezt gyorsan meg kell csináltatni. Te mindenféleképpen, na, gyere. Kapcsoljuk ki, mert most jó. Hiába izé. Rendben.